Sziasztok, ismét péntek, ismét itt a heti vlog. Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ezúttal Körmendről, a Várkertből jelentkezem. És nagyon szépen köszönöm nektek, hogy ezen a héten is ennyire aktívak voltatok, hiszen sok kérdés érkezett hozzám. Ezek elsősorban az oltás témaköréhez kapcsolódnak, különös tekintettel a védettségi igazolvány kérdésére, hiszen egy korábbi bejegyzésem kapcsán is elég erőteljes vita alakult ki, és most azokra a kérdésekre szeretnék válaszolni, amelyek kimondottan a vlogot meghirdető Facebook bejegyzés alatt jelentek meg. Kezdeném Csekő Léna kérdésével, aki Tapolcáról írt, és azt szeretné ő megtudni, hogy elfogadják-e a védettségi igazolványt a bucsui határátkelőnél. Most az a helyzet, kedves Léna, hogy ezzel kapcsolatban tettem konkrét lépéseket, adtam be írásbeli kérdést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek, hiszen nagyon fontos lenne az, hogy Ausztria esetében, de egyébként más Európai Uniós tagállamok és minél több ország esetében az legyen a helyzet, hogy elfogadják a védettségi igazolványt, hiszen ez jelentene megoldást, ez javítana az ingázók helyzetén, akiknek heti kétszer jelenállás szerint tesztelniük kell. Ezen változtatni kellene, és ebbe az irányba haladnak a dolgok, hiszen az uniós vakcina igazolványnak az elfogadása az mindenképpen ezt fogja majd eredményezni az Európai Unióban, de én a kérdésemben azt is feszegettem, hogy mi van az Európai Unión kívüli országokkal. Adott esetben itt arra is lehet gondolni, hogy mondjuk vannak olyan magyarok, akik más olyan tagállamokban, illetve más olyan országokban élnek, amelyek nem tartoznak az Európai Unióhoz, hanem a közeljövőben szeretnének csatlakozni, tehát számukra is fontos lenne megoldást találni a jelenlegi helyzetre, úgyhogy ebben számíthatok rám, jövő héten megérkezik majd a válasz, természetesen erről majd lesz posztom, és ott írni fogok róla, hogy mi is a pontos helyzet, és amint bármilyen aktualitást megtudok, azt természetesen jelezni fogom. Stőszer Helga azt írta, hogy ő Ausztriában kapott oltást, Magyarországon viszont nem kap kártyát. Mi a megoldás? Nos, kedves Helga, az előző kérdéshez is kapcsolódóan szeretném azt jelezni, hogy ezt is felvetettem, hiszen nagyon fontos lenne az, hogy elfogadják azoknak az oltását is, akik adott esetben Ausztriában kapták ezt, vagy más Európai Uniós tagállamban, de ahogy az előbb is utaltam rá, akár az EU-hoz csatlakozni szándékozó országok esetében, vagy más államok esetében is ebbe az irányba kellene lépéseket tenni. Voltak már kétoldalú megállapodások, ez mindenképpen üdvözlendő, de fontos lenne az, hogy ez teljes körülön megtörténjen. Amit tudok mondani, és amivel biztatni tudlak, hogy szerintem belátható időn belül megtörténik az uniós vakcina igazolványnak nem csak az elfogadása, hiszen ezzel összefüggésben már döntés született Európai Uniós szinten, valamint arról is, hogy az Európai Gyógyszerügynökség által elfogadott vakcinákat mindenhol az EU-ban el kell fogadni, és hozzáteszem, hogy biztos vagyok benne, hogy ez így lesz, mind a kínai, mind az orosz vakcina esetében. Itt azért voltak olyan hozzászólások, amik más irányba terelték ezt a kérdést, de szeretném jelezni, hogy ezek bent vannak az Európai Gyógyszerügynökség előtt, és várhatóan hamarosan el fogják őket fogadni, és így ez megoldást jelenthet a te esetedben is, és mindenki esetében, aki akár Ausztriában vagy máshol megkapta a vakcinát. Németh Miklós Haraszti faluból pedig azt feszegette, hogy Szerbiában 100%-os táppénz jár azoknak, akik például az oltás ellenére megbetegedtek, vagy akár más szempontból kerültek nehéz helyzetbe. Most, kedves Miklós, összességében én azt látom, hogy sajnálatos módon a magyar kormány nem tett érdemi lépéseket az elmúlt időszakban, sem például a vállalkozások megsegítése érdekében, és itt elsősorban a kis és közepes vállalkozásokra gondolok, sem azok esetében, akik nehéz helyzetbe kerültek a vírus következtében, úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha ebbe az irányba lépések történnének. Voltak ezzel összefüggésben is konstruktív javaslatai mind a Közösen Vas megyéért egyesületnek, mind személyesen nekem. Én bízom benne, hogy változni fog a helyzet ezzel összefüggésben, de azt azért teljes őszintességgel el kell mondanom neked, hogy egyelőre nem ezt látom. Tehát nem azt látom, hogy kormányzati oldalról túlságosan nagy nyitottság lenne arra, hogy érdemi támogatást adjanak azoknak, akik igenis megérdemelnék ezt ebben a nehéz helyzetben.
Egyébként a mai napon kaptam meg a második Sputnik V oltásomat Körmenden. Feleségem már múlt pénteken megkapta ezt, és a családban már mindenki legalább egy oltást kapott, úgyhogy én csak arra tudlak biztatni benneteket, tiszteletben tartva természetesen mindenkinek a saját személyes döntését, hogy éljetek ezzel a lehetőséggel, oltassátok be magatokat, hiszen ez kellő védettséget biztosít mindenki számára, és én arra buzdítalak benneteket, hogy ezt a videót is minél többekkel osszátok meg, hogy nem csak ez a kérésem, felhívásom, hanem összességében a kérdésekre adott válaszaim is minél többekhez eljuthassanak. És még egy kérésem lenne hozzátok, ezen a héten érkezett meg az újságom a Körmendi választókerület mind a 127 településére. Egy bejegyzésben ezt már kértem, de ismételten kérlek titeket, hogy jelezzétek azt, hogy ha ezt már megkaptátok, akár fényképpel, ha pedig esetleg nem jutott el hozzátok, azt különösen jelezzétek, hiszen akkor a posta felé megtesszük az érdemi lépéseket. Éppen a mai napon volt ellenőrzés Körmenden Jánosházán, hétfőn pedig Szent Gotthárdon kerül erre sor személyes jelenlétemmel. Én nagyon bízom benne, hogy a lehető legtöbben megkaptátok ezt az újságot, és számítok rátok a továbbiakban is az előválasztáson a Mindenki Magyarországa mozgalom jelöltjeként, és azt kérem tőletek, hogy buzdítsátok arra ismerőseiteket, hogy az őszi előválasztáson támogassanak engem itt a körmendi körzetben, hogy továbbra is lelkiismeretesen és határozottan képviselhessem az érdekeiteket. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket!